Radecki Jenő a Fejérvár megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy Magyarország 20 éve lett az Európai Unió teljes jogú tagja. A Fejérvár megyei kereskedelmi és iparkamara 2003-tól az Európai Unió a kis- és középvállalkozások fejlesztési hálózatának tagja, melyet közvetlen Európai Uniós pályázattal nyert el. Egy ilyen eseménynek jelentős szerepe van a közösségi érzés formálásában, a közösen elvégzett munka eredményeinek értékelésében is. A fontos dátumok és évfordulók keretbe foglalják életünket, és az emlékekkel, új élményekkel érzelmileg is gazdagabbá válunk. A kiállítás keretében a kamara pillanatképekben mutatja be, hogy az Európai Uniós csatlakozás óta eltelt 20 év alatt hogyan támogatta a vállalkozók felkészítését szakmailag, információval és kapcsolati tőkével. Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium miniszterhelyettese köszöntőjében elmondta, hogy a kiállítás épp úgy bemutatja a sikereket, mint azokat a kihívásokat, amelyek szükségképpen együtt jártak és járnak az Európai Uniós tagságunkkal. A kormány a jövőben is számít és épít a gazdasági élet különböző szektorait képviselő kamarákkal, így a Fejérvár megyei kereskedelmi és iparkamarával való közös együttműködésre. Ezt a szándékot erősíti az érvényben lévő stratégiai együttműködési megállapodásunk is, amely jó alapja a jövőbeni együttműködésünknek. Latorcai Csaba hozzátette, hogy a kormány és a Fejérvár megyei kereskedelmi és iparkamara között létrejött az a támogatási szerződés is, melynek célja, hogy a kamara megvalósíthassa az egységes piacprogram elnevezésű pályázatban foglalt elképzeléseit a 2021-2027-es pénzügyi időszak alatt.